Ugyan a megszokott programkavalkáda kialakult helyzet miatt Hévízen is elmarad ezekben a hónapokban. Ennek ellenére a művelődési központ munkatársai nap mint nap teszik a dolgukat, nyilván a hagyományostól eltérő módon. Online programjaik a veszélyhelyzet kezdete óta várják az érdeklődőket a közösségi médián keresztül, és mivel ez a kezdeményezés sikeres, ki is bővítik a kínálatot. Új elem például a bábjáték, melyet saját készítésű bábokkal kiviteleznek az intézmény dolgozói, de a kézműves foglalkozások is minden nap új ötleteket adnak a legkisebb korosztálynak. A felvételek a művelődési központ épületeiben zajlanak saját technikával. Ezen kívül folyamatosan érkeznek az újabb ötletek is. Egy új kezdeményezés, hogy az intézményünk keretein belül működő szakköröknek is lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozásra, és ennek keretében a könyvtervezető Szabados Rudolf a stratégiai játékklubot mutatja be, illetve Berkes Dániel és tanítványai is bemutatkoznak néhány videóban az elkövetkezendő napokban. Az online programokon kívül is számos karbantartási tevékenység zajlik, így például energiatakarékos lámpákra cserélik a könyvtár fényforrásait, de takarítási munkálatokat is végeznek. Ennek keretein belül a könyvtár összes kötetét és polcát portalanítják. Jó alkalom ez az időszak olyan munkák elvégzésére, melyekre az elmúlt években kevesebb idő jutott, mondta el az intézményvezető. A moziban összegyűjtöttük évek alatt a moziplakátokat, és ezeket a kollégák újra elhelyezték, tehát eddig hengerekben gyűjtöttük, most kisimítottuk őket és katalogizáljuk, és ezeket aztán a múzeális gyűjteménybe helyezzük el. Új raktárhelységet is kialakítottak a Deák téri épületben, a régi könyvtár helységében, ahol a rendezvények technikai felszereléseit tudják majd tárolni, de az Egregyi Múzeumban sem állt meg az élet. Ott az épület fa pergoláját renoválják és festik a munkatársak, illetve a múzeumkert kertészeti feladatait is ellátják. Gyönyörű pázsit és rendezett növények várják a város benépesülését.